Mánki Erik, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A nemzeti konzultáció, miért nem konzultálnak az olimpiáról? Elég egyértelmű, hogy az embereknek van véleménye, és szeretnék elmondani. Ez a nemzeti konzultáció az most a miniszterelnök úr évértékelő beszéde, illetve a frakciülésen felvetett témakörök kapcsán került elő. Beszéljünk majd ezekről a témakörökről, de először azt szerettem volna megkérdezni, hogy ha lesz egy nemzeti konzultáció, miért nem konzultálunk az olimpiáról is? Konzultáltunk az olimpiáról is, hogyha igény merül fel, már pedig már van olyan szervezet, aki erre aláírásokat is gyűjtött annak érdekében, hogy erről ne is nemzeti konzultáció, hanem népszavazás legyen. Azt érdemes megmutatni, hogy ez csak Budapest döntése. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát ha odáig eljutunk, hogy erről népszavazást kell kiírni, akkor azt érdemes megfontolni, hogy Magyarország egészét érintő népszavazást kell kiírni, hiszen bár a fejlesztések jó része Budapestet érinti, mégiscsak a nemzeti költségvetést terhelik bizonyos kiadások, és azt gondolom, hogy ez ügyben akkor érdemes megkérdezni az egész ország véleményét, akár nemzeti konzultáció, akár népszavazás formájában. Ön szerint lesz népszavazás? Ilyen vagy olyan? Országos akár, vagy budapesti? Hát ez a választási bizottságon múlik, hogy a kérdőívek, illetve az aláíróívek kiértékelése során tapasztal-e visszaéléseket? Tegyük fel, hogy megvannak az aláírások. Ön is érte, hogy miért kérdezem, mert most nagyon konkrétan felmerült az elmúlt napokban, hogy inkább kihátrálnának az egészből. Sőt, úgy tűnik, ebből szóváltás is volt Kósa Lajos és Tarlós István között, hogy a kormány próbál elpárologni az egész olimpia kérdésből, és a fővárosra tolni azt, mintha ez eleve egy fővárosi ügy lett volna. Nézze, a pályázatot magát egyébként ugye a Magyar Olimpiai Bizottság a fővárossal közösen adta be, amelyet a kormány természetesen támogat. Tehát ez nem kérdés, ez a szabály, hiszen olimpiát városok rendeznek, ilyen módon az olimpia potenciális rendezője ez ebben a kérdéskörben az Budapest. Ettől függetlenül nem lehet szétválasztani a kormány és Budapest mozgását a tekintetben, hiszen ahogy mondtam, azokhoz a vállalásokhoz, amelyeket a pályázat sikeressége érdekében kell tenni, ahhoz a kormány is szükséges. Nekem az a furcsa, hogy ez az ügy pont most kerül elő. Pont akkor kerül elő, amikor az IOC, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság köztudottan februárban tartja azokat a közvéleménykutatásait, amelyeket a három pályázó város, tehát Los Angeles, Párizs, illetve Budapest lakossága körében szervez. Az is nagyon furcsa számomra, hogy azok az ellenzéki pártok, akik egy évvel ezelőtt még az olimpia ügyét támogatták, és a parlamentben ugye elsőprő többség volt az olimpia támogatása mögött, azok most hirtelen kihátráltak ebből. Értelemszerűen közelednek a választások, és ebből rövid távú politikai tőkét szeretnének kovácsolni, amit én egy ilyen nemzeti ügy kapcsán elfogadhatatlanak tartok. Hát úgy tűnik, hogy az egyik meghatározó gondolat ebben az olimpia ellenességben az nem is csak az, hogy az emberek nem szeretnének feltétlenül olimpiát, vagy azt gondolják, hogy amúgy is sokba kerül az ilyen, ez is nyilván fontos sokaknak, de érezhető, hogy sokan egyszerűen arra gondolnak, hogy ezt a pénzt önök ellopnák. Ugye ezt kimondhatjuk, hiszen kimondják elég sokan, hogy a korrupció az, ami miatt nem szeretnének olimpiát, ami miatt azt gondolják, hogy most ma Magyarországon ennek egyszerűen túl nagy lenne a kockázata. És nem csak olyan civil szervezetek beszélnek erről, amelyeket önök egyébként mostanában támadnak, mint például a Transparency International, ahol Magyarország egyre rosszabbul szerepel a korrupciós világranglistákon, de mondjuk a konzervatív jobboldali körökhöz köthető professzorok Batthyány köre is arról adott ki nem olyan régen nyilatkozatot, hogy most már intézményesült a korrupció Magyarországon, és a hatalomnak nem sikerült meggyőzően leráznia magáról ezeket a célzásokat és vádokat. Hát azt pontosítsunk, tehát a professzorok Batthyány köre nem azt nyilatkozta, hogy intézményesült a korrupció Magyarországon. Úgy tűnik, hogy a korrupció már a egyéni bűnökből kialakult módszertanra, struktúrára, személyi körre épülő, bevett társadalmi gyakorlattá vált, azaz intézményesült, idézem. Az, hogy bevett társadalmi gyakorlattá vált, ez az ő állításuk. Meg kell nézni, hogyha már korrupcióról beszélünk, akkor nézzük meg ugye az elmúlt időszak, vagy minden idők legnagyobb korrupciós botrányát, ugye a 4-es metró építést, amiről éppen most szó van. Az Olaf jelentés egyértelműen nem csak szabálytalanságok sorát állapítja meg, és azt, hogy 166 milliárd forint tűnt el kézen közön a beruházás kapcsán, legalábbis ekkora összeget érint konkrétan az a feljelentési kör, amelyet az Olaf jelentés tartalmaz, hanem konkrét politikai felelősséget is megállapítanak. Ilyen Olaf jelentés még nem történt Magyarországon az elmúlt 26 évben. Az Olaf válasza ebben a témában a magyarnarancs.hu-nak egy friss megkeresésre az volt, hogy a beruházás összes szakaszában komoly szabálytalanságokat állapítottak meg. Az ellenzéki pártok egyébként szeretnék a többi Olaf jelentést is látni, mert hogy más jelentések is lehetnek más ügyekről, de még akkor is, hogyha a 4-es metróban tényleg történtek elfogadhatatlan dolgok, miért önökön ragad a korrupciós látszat? Nézd, az ellenzéknek nincs más támadási eszköz a kezében, hiszen a magyar gazdaság kitűnően teljesít, a munkanélküliség 4,4%-ra csökkent,
tehát lassan megszűnik. Mindösszesen 205 ezer munkanélkül van Magyarországon, úgyhogy van 68 ezer betöltetlen álláshely. És gyakorlatilag minden mutatóban európai élvonalába az élővasok közé tartozunk. Egyetlen olyan ügy van, ami egyébként megfoghatatlan és bizonyíthatatlan, ez a korrupció, ugye? Ezzel próbálják a magyar kormányt befektetíteni, olyanok egyébként, akik éppen maguk a korábbi időszakban, tehát a liberálisokra és a szocialistákra gondolok, a korábbi időszakban bizonyították azt kormányzások alatt, hogy milyen korrupciós ügyek keletkeztek, amelyek már azóta vagy bizonyított formában, vagy eljárások formájában éppen kivizsgálás alatt állnak. Tehát azért most is vannak olyan ügyek, amik nem tűnnek ennyire megfoghatatlannak, gondoljunk például Mennyi Roland ügyére. Itt van egyébként az MKB vagy az MNB alapítványainak ügye is, ami ha nem is bizonyított korrupció, de éppen ön próbálta beterjeszteni azt a törvényjavaslatot, ami szerint elvesztette volna a jegybank pénze közpénz jellegét, aztán amikor kiderült mégiscsak, hogy mire költötték ezeket a pénzeket, akkor kiderült, hogy elég megkérdőjelezhető célokra is mentek ezek a pénzek. Tehát azért korrupcióról lehet beszélni sok tekintetben is, és nem csak a négyes metróéban. Hát nézze, az MNB ügyei kapcsán azt is el kell mondani, hogy egyetlen egy feljelentés, egyetlen egy eljárás sem zárult el malasztaló ítélettel. Az, hogy az értéktelen program keretében a Magyar Jegybank milyen festményeket, milyen hangszereket, vagy milyen értéktárgyakat vásárol, ez döntés kérdése, nem egyedüli példa. Most a legfrissebb ügyet hoznám fel önnek, a lengyel kormány támogatásával több mint 100 milliárd forint értékben vásárolt a lengyel kormány festményeket. Nyilvánvaló azért, mert ez egy jó befektetésnek tűnik hosszú távon. De hozhatnám az osztrák jegybankot is példának, ahol szintén egy ugyanilyen értéktárgy program működik, mint a jegybanknál. Az, hogy különböző sajtóorgánumban, különböző feltételezéssel, különböző politikusok meg nem alapozott állításokkal próbálják bizonyítani azt, hogy akár a jegybank ügyletei, akár a magyar kormány döntései, azok nem kellően megalapozottak, és nem a hatályos jogszabályok szerint történnek, ez semmi más, semmivel nem több, mint hangulást kelt. És azt kell megnéznünk, hogy van egyetlen olyan ügy, vagy volt egyetlen olyan ügy az elmúlt időszakban, amiben feljelentés történt, amiben rendőrség vagy ügyészségi vizsgálat, vagy bírósági szakasz a későbbiekben elmarasztoló ítéletet hozott. Egyetlen egy ilyen ügyet sem tud elmondani. Ha most ellenzéki politikus lennék, akkor erre nyilván azt mondanám, hogy azért nincsen, mert Polt Péter a legfőbb ügyész, és ő egy politikai megbízás teljesít, és megakadályozza az ilyen eljárásokat. De sajnos nincs most arra időnk, hogy ezt végigvitatkozzuk, viszont ha már az átláthatóságnál tartunk, nyilván örülnek, hogy MNB ügyben is ez megvalósult, mert fontos lehet önöknek, most a civileken kérik ugyanis számon, és erről lesz nemzeti konzultáció. Hogy szól majd ez a kérdés? Benne lehet például, hogy tegyenek-e vagyonnyilatkozatot civil szervezeti vezetők, vagy hogy kaphassanak-e külföldi pénzt? Szó sincs arról, hogy konkrét megfogalmazások lennének már egy tárgykörben. Három dolgot szerettünk volna kérni ebben a kérdésben, hogy legyen nyilvános minden olyan támogatás, amely külföldről, vagy akár hazai támogatóktól a civil szervezetekhez érkezik. Legyen átláthatóság a pénzek felhasználása tekintetében, és legyen elszámoltathatóság abban az esetben, hogyha ezeket a pénzeket nem rendeltetésszerűen, nem azokra a feladatokra, vagy azokra a kitűzött célokra használják, amelyekre kapták ezeket. Tehát semmi más nem akarunk, mint tiszta, átlátható viszonyokat szeretnénk teremteni. Tehát semmivel sem lesz több átláthatósági követelmény azok felé, akik külföldi pénzből gazdálkodnak, mint azok felé, akik belföldi pénzből gazdálkodnak? Nézd, a civil szféra egységesen kezelendő e tekintetben. Az elmúlt időszak példája azt mutatták, hogy vannak jelentős olyan külföldi szervezetek, akik kifejezetten azzal a céllal juttattak Magyarországra civil támogatásokat, hogy politikai hangulatkeltés történjen ebben az ügyben. Azt sem tartom kizártnak, ez majd nyilván egy későbbi téma, hogy a mostani kezdeményezés, az olimpiával kapcsolatos népszavazási kezdeményezés mögött is állnak ilyen külföldi támogatók, hiszen egyértelmű Los Angelesnek az az érdeke, hogy egy konkurens kiessen itt ebből a körből, már pedig ezzel a hangulatkeltéssel éppen egy olyan időszakban, amikor az IOC, a Nemzeti Közi Olimpiai Bizottság vizsgálódik és közönkutatást tart, a lehető legrosszabb időpontra van az időzítve. Hoppá, tehát akkor most azt mondja, hogy lehet, hogy a Momentum mozgalmat azt Los Angeles pénzeli? Én ezt nem mondtam, csak azt mondtam, hogy nem lennék meglepve, ha ilyen esetekben is feltérképezhető lenne, hogy a külföldi támogatások azért érkeznek, mert egy számukra egyébként fontos ügyben szeretnék a hazai közvéleményt befolyásolni. Ja, vannak egyébként belföldről támogatott civil szervezetek is, amelyek a hazai közvéleményt szeretnék politikai alapon befolyásolni, itt van mindjárt a civil összefogás fórum. Akkor jól értem, hogy az önök elképzelései szerint pontosan ugyanannyira átláthatónak kell majd lenniük nekik is, mint mindenkinek, akit Soros György támogat? Az teljesen természetes, nem nekik kell átláthatónak lenni, hanem azoknak a civil szervezeteknek, akik bármilyen támogatást kapnak. Azt gondolom, hogy így korrekt a döntés.
menekültügyi őrizet, ugye ebben is konzultálni szeretnének, miközben azt mondta nem olyan régen a miniszterelnök, hogy vannak olyan valódi menekültek, akiket meg beengednénk az országba. Kik ők, és hány emberre számítunk, és ennek nem lesznek-e költségei az országra nézve? Nyilvánvaló, eddig is azt mondtuk, hogy a politikai menekültek, tehát akik igazolni tudják azt, hogy azért üldözik őket az országukban, mert a vallásuk miatt, az ottani politikai tevékenységük miatt nem kívánatos személynek minősülnek, és ők ilyen módon politikai menekült státusz kapnak, őket nyilvánvalóan be kell fogadni és támogatni kell. A baj az, hogy az eddigi migráció során az Európába érkező menekültek közel 90%-a gazdasági menekült volt. Tehát azt gondoljuk, hogy a biztonságot, a közbiztonságot és Európa biztonságát is azt szolgálja, hogyha a hozzánk érkező menekültek addig, amíg nem nyer megállítást azt, hogy ők valóban menekült státuszra jogosultak, addig őrizetben, idegenrendészeti őrizetben vannak, magyarul nem mászkálhatnak szabadon Magyarországon vagy az Európai Unió területén. Eddig is volt egyébként menekültügyi őrizet, amit a magyarok bevezettek, de sajnos most elfogyott az időnk, fogunk még erről nyilván sokat beszélni. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.